Ezek a felvételek egy szekszárdi férfi lakásában készültek egy rendőrségi házkutatás során. Nagy mennyiségű, mintegy 200 adag kiporciózott kábítószert és különböző csomagolásukhoz szükséges eszközöket, valamint készpénzt foglaltak le az egyenruhások a lakásban. A férfi és társa Szekszárdon a Csatár nevű városrészben, gyakran egy buszmegállóban árulták a drogot. A rendőrség szóvívője azt mondja, a 32 és a 38 éves szekszárdi férfi a Bika nevű drogot is terjesztette, ami országosan több mint 20, Tolna megyében pedig eddig 2 ember halálát okozta. Akik az elmúlt hónapokban egészen tavasztól számos embernek adtak el új designer drogot, köztük a Bika elnevezésű új pszichoaktív anyagot is. A vásárlóiknál tartott kutatás során kollégáim lefoglaltak új pszichoaktív anyagokat, melyekről a szakértők előzetesen kimondták, hogy van köztük olyan is, amely a Bika elnevezésű pszichoaktív anyag. Úgy tudjuk, a hatóság munkatársai szeptemberben és októberben több bódult állapotban lévő embert ellenőriztek Szekszárdon, akiktől hasonló, az előzetes vizsgálatok szerint új pszichoaktív anyagot foglaltak le. A rendőrök így jutottak el a terjesztőkhöz, akiket október 9-én őrizetbe vettek. Egyikük elismerte a bűncselekmény elkövetését. A nyomozóhatóság a két férfit bűnszövetségben elkövetett új pszichoaktív anyaggal való visszaéléssel gyanúsítja. A nyomozási bíró a szekszárdi járási ügyészség indítványára egy hónapra letartóztatta a gyanúsítottakat. A kábítószerterjesztőket 2-től 8 évig terjedő börtönre ítélheti a bíróság.